tisztelt polgármester úr, a Dunvali Székelykör nevében szeretnénk átadni a székely zászlót, hogy ékesítse az önkormányzati hivatal, és mutassa azt, hogy mi székelyek és a magyarok összetartunk. A dombovári székelykör egy székely zászlóval érkezett a polgármesteri hivatalba. Ezzel ajándékozták meg a várost a 100 éves trianoni évforduló alkalmából. Amint egy 70 taggal rendelkező csoport ez alkalomból a város vezetés elé tárta egyéb terveit is. Ma azért érkeztünk, előzetes megbeszélés alapján a polgármester úr nagy örömünkre várt is, mert szerettünk volna, és át is adtunk a dombovári székelykör ajándékát az önkormányzati hivatalnak, egy gyönyörű, szép, hatalmas nagy székely zászlót, a székelykör ajándékát. A másik komoly célunk az volt, hogy itt Dombováron van egy turulszobor, és ott szoktunk mindig minden évben megemlékezni erre a gyászos trianoni diktátumra, és arra gondoltunk idén, hogy megkeresve támogatókat a székelykör elkészíteni Dombováron, megépíteni a trianoni emlékhelyet, a nemzeti összetartozás emlékhelyét, amit szeptember 1-jére szeretnénk megépíteni, mivel ugye a koronavírus járvány miatt ugye minden leállt, így június 4-re nem tudtunk volna semmit elérni. Eléggé lepusztult, nem méltó Dombovárhoz, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek sokat jelent, hogy méltó környezetben tudjon megemlékezni. Mi nem szomorkodni megyünk oda, ez az elmúlt 100 év nagyon sok mindent bizonyított. Az, hogy ez történt Magyarországon, sajnos egy tragédia, de egy pozitív történet is, mert mi magyarok megmaradtunk, kárpát-medencei magyarok, székelyek, mindenki. Tehát össze tudunk fogni, összetartozunk, és ez egy nagyon jó üzenet, amit át tudunk adni az unokáinknak. A kör azt is szeretné elérni, hogy a Szent László teret egy székely emlékhelyhez méltóan alakítsák ki. Pintér Szilárd polgármester támogatta a székelykör kezdeményezéseit. A megható pillanat volt, hogy egy székely zászlóval ajándékoztak meg. Dombováron eddig is volt egy trianoni emlékmű, de a kérésük az volt, hogy támogassam, hogy egy nemzeti összetartás teret hoztassanak őt létre, és nyilván azt gondolom, nekem ebben nincs választási lehetőségem, és mérlegen is kell, hiszen ez a feladatom, hogy az ilyen kezdeményeket felkaroljam, és lehetőség szerint támogassam. Június 4-én rövid műsorral és koszorúzással emlékeznek a 100 éves évfordulóra, a fél ötkor elhangzó harangszó után Dombováron.